Magával vitte a kasszát is az üzletből a tolvaj, a rendőrök készítették ezeket a fotókat, Szexárd központjában tört be egy ruhaboltba a 28 éves férfi még néhány napja. A helyszínre érkező nyomozók vérnyomokat találtak, ez alapján feltételezték, hogy a bűnöző megvágta magát. Nem kellett sokat várni az elfogásáig, még helyszíneltek, amikor a vármegye másik részén horogra akadt a tolvaj. Még a délelőtt folyamán Tamásiban igazoltattak a tamási járőrök egy férfit, aki erősen vérzett. Mikor kérdezték tőle, hogy mi történt vele, akkor azt állította a járőröknek, hogy egy kutya harapta meg. Eközben az egyik ügyeletes kollega figyelte az intézkedést, és összerakta a képet, hogy feltehetően az a férfi, akivel szemben éppen Tamásiban intézkedtek, azonos lehet a Szexárdon keresett férfival. Kollégái menő is állították a férfit, akit egyébként a tamási rendőrök is kerestek már egy korábbi lopás miatt, amikor a termálfürdő egyik kamaráját lopta el. Vagyis a férfiről kiderült, hogy halmozta a bűncselekményeket. A kihallgatását követően viszont nem volt rest újra itt tenni. Vasárnap a késő esti órákban egy újabb betörés történt a főutcán. Ekkor egy dohányboltba tört be ismeretlen, akiről rövid időn belül kiderült, hogy ugyanaz a férfi, aki az előző nap is a lopást elkövette egy másik üzletben. A férfit kollégáim rövid időn belül a környéken megtalálták, igazoltatták és elszámoltatták, majd gyanúsítottként kihallgatását követően őrizetbe is vették. A sorozatbetörést elkövető tolvajt még egyszer már nem engedték szabadon, így ő most börtönben vár az első tárgyalására.